Szeretettel köszöntelek, Nagy Veronika Mindig van remény YouTube csatornáján, ahol ebben a műsorban a remény a témakör, melynek fogalmát általánosságban így lehet meghatározni. A remény kedélyállapot, egy kellemes előérzet, melyet valószínűleg bekövetkező valamilyen jónak várását táplálja bennünk. A remény bizonyos jó után esendő várakozást jelent, mely a kedélynek némi nyugtalankodásával szokott járni, mert a remény félelemmel vegyes érzés, amennyiben csak valószínűségen alapul, s az ellenkező rossznak lehetőségét nem zárja ki. A remény bizakodás a sikerben, feltételezés, hogy egy helyzet jól fog alakulni, változni. Amikor megrendül a remény, akkor veszti el az ember a hitét a világban. A remény az emberek fejében egy vágykép, egy álom, remél valamit a jövőben, a jelenben élő személy, vagy reménykedik egy eljövő dologban, számít rá. A reménység biztos vágyakozás, egy várakozással teli állapot, még mikor hiszel, akkor tudod, hogy meg lesz. A remény tehát várakozás. Minden ember vívja a maga harcát. Az embert nagyon sok nehézség, sérelem, kudarc éri az életben, és nagyon sok esetben meginog a hitünk, reményvesztetté válunk. Magadnak kell feltárnod a lelki sebeidet, hogy begyógyíthasd őket, de nem kell félned, mert minden helyzetben ott egy szalmaszál, amelybe belekapaszkodhatsz. Nem vastag kötél, csak szalmaszál, hogy tud értékelni. Soha nem szabad feladni a reményt. Minden helyzetben legyen hitünk, ami segít átvészelni bármilyen nehézséget. Hiszen a remény a tervek kezdete, célt ad az embernek, irányt mutat, hogy merre menjen, és energiát ahhoz, hogy elinduljon. A remény újra és újra feléleszti az embernek egy nagyszerűbb életről szült álmát, törekvését, hogy értelme segítségével észszerűvé és érzékennyé tegye a világát és cselekedeteit. Vágyaink, céljaink eléréséhez szükséges a hit, remény, szeretet. Amikor nyugtalan a lelked, félsz, ha rosszul mennek a dolgok, először magunkban kell rendet teremtenünk. Ha azt szeretnéd, hogy valami tényleg megváltozzon, akkor neked kell tenni érte. Amikor adottak a lehetőségek, csak rajtunk múlik, mennyire élünk az adott helyzettel. Csak reménykedni és hinni kell. Igaz, időre van szükségünk, de kéréseinkre, vágyainkra megérkezik a válasz. Mindenre megérkezik a megoldás. A pozitív gondolatok hozzák meg a várva várt csodás eredményt. Pozitív gondolataidnak építő ereje van. Remélj, tiszta szívvel remélj, szabadulj meg a félelmeidtől, hogy megtapasztalhassd a boldogság és belső nyugalom új fokozatait. Változtasd meg a gondolkozásodat, majd a hozzáállásodat. Lelked vágyainak megvalósítása az egyetlen út, amely valódi boldogsághoz és valódi megelégedettséghez vezet el téged. Minden gondolat teremtő erejű, minden gondolat eseményeket kezd el vonzani feléd. Ne a külső elvárásoknak akarj megfelelni. Figyeld meg a saját vágyaidat, a lelked mélyén születő késztetéseket. Ezek a késztetések megmutatják az utadat, segítenek, irányítanak céljaid felé. Meg lehet, idő kell hozzá, de sorsunk célba ér. Csak oda kell figyelnünk a kisebb-nagyobb jelzésekre, figyelmeztetésekre, sugallatokra. Fontos magabiztosságunk növelése, megtanulni szeretni magunkat, fontos önbizalmunk fejlesztése. Ha testileg, lelkileg, szellemileg szeretnéd átélni az élet adta lehetőségeket, helyzeteket, akkor gondolatban is nyitottan kell hozzáállnod. Arra vigyázz,
ne kerülj kiszolgáltatott helyzetbe, hiszen aki kiszolgáltatott helyzetbe kerül, az reményvesztett lesz. És a reményvesztett emberen könnyű uralkodni. Amikor elbizonytalanodik az ember, és csak kételkedik mindenben. Meginog a hite, és már nem tud remélni. A remény helyett eluralkodik rajta a félelem. A félelem helyett koncentrálj a reményre. Összpontosíts arra, ami a cél. Tisztázz magadban, mi az, amire tényleg vágysz a szíved mélyén. Összpontosítsd rendíthetetlenül a célra gondolataidat, érzéseidet és figyelmedet. Gondold át az eddigi választásaidat. Időnként szükségünk van arra, hogy változtassunk a bejáratott utakon. Különösen igaz ez akkor, ha valami nem úgy működik, mint ahogyan szeretnéd. Gondold végig, mi az, ami valóban segít. Mi az a kapaszkodó, ami valóban előre mozdítja az életedet, és valóban gyógyítja azt. Ha valami nem működik, ha eltévedtél, keresd az utat, találj egy célt, csak türelem. Nem az a fontos, hogy lásd a dolgokat, hanem az, hogy érezd. Ha úgy érzed, az élet eseményei megtépázzák a hitedet, imádkozz. Higgy, és a segítség nem marad el. Reményteljesen kérd, imádkozz, és megadatik. Amikor összecsapnak a hullámok a fejed fölött, amikor egy ember eltemeti saját magát, lemond a reményről, lemond mindenről, keresni kell a kapaszkodót, amikor úgy érzed, magányosan, egyedül küzdesz a sötétséggel, kétségek között. Csak képzeld el, amit szeretnél, és hagyd, hogy megtörténjen. Az esetleges kezdeti kudarcok ellenére sem szabad feladni. Erősítsd magad, imádkozz. Tele van az élet megoldandó feladatokkal, problémákkal. A kitartás és a lelki erő igazi próbája az élet, és azok a helyzetek, nehézségek, amiket le kell küzdened. Az élet és minden egyes élethelyzet idővel kialakul, megoldódik, csak várj türelmesen. Mindig van remény változtatni egy jobb világ felé. Időbe telik, amíg az elültetett magból kinőtt csíra átfúrja magát a talajon, és virágzó növényé fejlődik. A növény életének minden pillanata örömöt jelent annak, aki észreveszi benne a szépséget. Ugyanúgy élvezd minden percét annak az időszaknak, amíg az álmaid, vágyott dolgaid valóra válnak. Lassíts és legyél hálás, hiszen minden egyes lépéssel közelebb jutsz célodhoz. Ahogy az álmaidat követve cselekszel, észreveszed valamennyi pillanatban a benne rejlő tanítást és szeretetet. Csak türelem és kitartás. Legyél erős. Csak egy jó terv kell és türelem. Van, hogy az ember vágyakozik dolgok után, egy kapcsolat, egy szerelem után áhítozik. Vágyakozz és remélj a vágyott dolog után. Bátran, minden félelem nélkül, legyen ott benned a remény a szerelemért, a gyógyulásért, a vágyott dolgokért. Minden félelem nélkül remélj, kérd tiszta szívvel, és megadatik. Fejleszd magad fizikailag, szellemileg, erősítsd a hited. Tedd rendbe szíved lelked tisztaságát, békéjét. És azután a dolgaidat, feladataidat könnyebben tudod elvégezni. Tegyél rendet a lelkedben, a gondolkozásoddal, a hozzáállásoddal, a viselkedéseddel. Az életben mindannyiunknak a magunk útját kell járnunk, de amíg ingoványos a talaj, addig nincs honnan elrugaszkodni. Ezért fontos lelkileg erőt meríteni, hogy szárnyalni tudj. Az élet, a sors formálja az embert. Ha jelenleg úgy érzed, nem jó helyen vagy, keress új utat. Próbálj ki új dolgokat.
és ezek az új dolgok nagy változásokat indítanak el benned. Ha te rendben vagy, akkor körülötted is minden rendben van. Ne engedd, hogy félelmeid erdeje teljesen eltakarja a remény sugarait.